Sziasztok! Folytatjuk tehát. Egy nagyon izgalmas előadás fog következni. Bártvai Balázsa a salesform.hu ügyvezetőjével feltételezem, tulajdonsájával, létrehozójával, megálmodójával, stb. Róla azt kell tudni, hogy 2000 óta, 2005 óta már aktívan épít és visz sikere különböző online projekteket, legyen az webáruház, CMS, számlázó, domény, tárhelyszolgáltatás, amit el tudtok képzelni. 2015-ben írt egy, vagyis hozta létre az üzleti blog platformot, ami segít automatizálni a tartalomgyártást, és rá egy évre írt egy könyvet a tartalom marketingről és hogyha éppen nincs Covid, akkor marketing és vállalkozói rendezvényeken tart teltházas előadásokat. És 2008 óta a render rendelés automatizáció platformot fejleszti, ami segít vállalkozásoknak könnyebben értékesíteni az interneten. Röviden ennyi. A mai előadás témája adatvezérelt folyamatok az online, az online értékesítésben lesz. Üdvözlünk Balázs, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert nekem a szívügyem a mautik. És nagy megtiszteltés itt lenni, és előadni. Varázsol egy Igen. kis több az arcomra. jöttem, hogy lehet, hogy egy. Oké, okay. kezdjük is. Kezdjük. Én kiszállok innen, úgyhogy ha bármi segítség kell, akkor szóljál, de maga egyedül vagy, hajrá. Oké, okay, köszönöm. Ennyi a mikrofon. Oké, okay, készültem nektek egy előadással. És én nem látlak titeket, és nem látom, hogy ti mit látok, de bizon benne, hogy az előadás, de majd szólnak, hogyha nem. Szóval én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit, aki élőben nézi, és azokat is, akik majd a Youtube-ról fogják visszanézni ezt az előadást. Én az egyik kedvenc témámat hoztam, az adatvezérelt folyamatokat az online értékesítésben, és próbálom ezt sokkal gyakorlatiasabb oldalról megközelíteni, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Mert az én tapasztalatom az, hogy a legtöbb marketinges, az elméleti marketinges, akiket a színpadon látok, többsége az olvasmány élményeiről, vagy a külföldi előadás élményeiről számol be nektek, ha jegyzeteit elmondja, hogy mit hallott de nincs mögötte a gyakorlati tapasztalat. Ez olyan, mintha a receptkönyveket olvasgatnánk, és azt gondolnánk, hogy ettől majd jól lakunk. Nem lehet a receptkönyvek olvasgatásával jól lakni, az ételt meg is kell főzni. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy kezdjétek el átültetni a gyakorlatba, hiszen ez egy olyan előadássorozat, ahol arról beszélünk, hogy hogyan lehet a különböző online marketing megoldásokat, a mautikkal átültetni a valóságba, Kezdjétek el, csináljátok, legyen benne több tapasztalatotok, ütközetek problémákba, és a problémák hozzák majd a megoldást, a megoldás pedig hozza majd a fejlődést. Na, vágjunk is bele! Hogyan támogasd meg az online értékesítésed a Mauticban rejlő automatizációs lehetőségekkel? Rengeteg sok szoftvert tudtok használni, rengeteg sok mindenre tudtok sokféle szoftvert használni. Én azért kezdtem el a Mautikkal foglalkozni, mert ez egy open source szoftver, tehát ingyenesen tudom használni. Nekem nagyon tetszett az, hogy az adataim nem valaki másnál vannak nagyon tetszett nekem az, hogy mindenre van ráhatásom, hogyha kell, akkor hozzá lehet nyúlni a szoftverhez, bele lehet tenni funkciókat, hogyha kell, akkor a saját szerveremre teszem, ha kell nagyobb szerver, akkor teszek alá, és nem pedig kiszolgáltatott leszek egy szolgáltató felé, aki de nem tudom, hogy mi fog történni a jövőben. Nem tudom, hogy ő bele fog tenni azt a funkciót, ami nekem kell. Nem tudom, hogy mi történik, hogyha leállnak a szerverei, mi történik akkor, hogyha ő nem akarja ezt tovább csinálni, és mi történik, ha feltörik őt és elviszik az ügyfeleim adatait. Ez engem aggasztott, és azt gondoltam, hogy, hogyha ha keresek rá egy ingyenes megoldást, az biztos nem lesz elég jó. Hát a Mautic az nem, hogy csak elég jó, hanem azt vettem észre, hogy sokkal, de sokkal rugalmasabb, mint bármilyen másik rendszer, amivel eddig találkoztam, és amit használtam, vagy amit a környezetemben lévő vállalkozók használnak. De indulunk egy kicsit onnan el, hogy hogyan is adunk el online. Az online értékesítésnek az egyik legjobb módszere, amit én most látok, az a több lépcsős értékesítés. Amikor hirdetéssel, Facebook poszttal, kereső optimalizálással, bármilyen úton, módon látogatókat viszek egy folyamatba, egy olyan folyamatba, ami fel van építve lépésről lépésre, és ahol én, mint tulajdonos, én, mint marketinges, tudom azt, hogy az emberek mit csinálnak, tudom azt, hogy milyen folyamatokon veszetem őket végig, mert tudom, hogy mit akarok elérni. Minél inkább tudom kontrollálni az emberek lépését és viselkedését a weboldalamon, annál nagyobb esélyem van arra, hogy azt fogják csinálni, amit én akarok. Ha fogalmam sincs arról, hogy mit kéne csinálni az embereknek az oldalamon, akkor csak remény marketinget folytatok, reménykedek abban, hogy majd az oldalam valamilyen csodálatos módon eléri az embereknél azt, hogy ők vásárolni akarjanak tőlem. Sajnos ez a csoda egyre kevésbé történik meg, mert az embereknek kevés idejük van, nem nézik át az oldaladat, nem olvasnak el minden posztot, és elképesztően nem lelkesek az iránt, amit te csinálsz. Szóval, ez a folyamat, amit itt látsz, ezt hívjuk sales funnel -nek. ez a sales funnel vagy a több lépcsős értékesítési stratégia úgy épül fel, hogy első lépés begyűjtjük az adatait, ez az optin oldal, utána a következő lépésként felkínálunk neki egy terméket, ez már az első vásárlás, ez a sales oldal, a vásárlás után, amikor eldönti, hogy ő megveszi az oldalon a terméket, eljut egy rendelési űrlapról, meg kell adni a rendelési adatait. Ugye Magyarországon ez egy kötött dolog, be kell kérnem a számlázás adatait, mert számlát kell kiállítanom, az e-mail címét, hogy tudjak neki e-mailben számlát küldeni, illetve be tudjam tenni a különböző automatikus rendszereimbe. Ha ki kell szállítani, akkor kell a szállítási címe, sok esetben a telefonszám a futárszolgált miatt. És ha megtörtént az első vásárlás, akkor nem engedem el a kezét, hanem fogom tovább, és azt mondom neki, hogy annyira jó, hogy ezt megtetted, akkor itt jön a következő lépés, az újravásárlás. Azonnal felkínálom neki az újravásárlási lehetőséget, ezt hívjuk upsell-nek, és lesznek olyan hiperaktív vásárlók, akik azonnal meg fogják vásárolni. Ha úgy dönt, hogy megvásárol, akkor szintén van ott egy gomb, rákattint, megint eljut egy rendelési oldalra, megint megerősíti, hogy kell neki ez a termék, és aztán bezárult a folyamat. Ez egy nagyon egyszerű folyamat, de minden szükséges elemet tartalmaz. Ezt lehetne végtelen hosszúra csinálni, tehát ha megvet valamit, felkínáltok neki egy újabb terméket, meg egy újabb terméket, meg egy újabb terméket, meg egy újabb terméket. Ugye ez nagyban másabb, mint a hagyományos webáruházas kosárba pakolom értékesítés. A kosárba pakolom értékesítésnél ugye abban bízok, hogy az emberek majd maguktól betesznek mindent a kosárba. Ennél a folyamatnál viszont mindig tudom, hogy ő mit... Vásárolt meg korábban, ezért tudom, hogy mit kell neki kínálni. Miért nem kosárba pakoltatom? Azért, mert a kosár elhagyás iszonyatosan magas. Lehet, hogy telepakoltatom vele a kosarát, megunja és kilép. De ha már megvetettem vele a terméket, bármikor lép ki, semmi gond, minden, amit eddig a úgy döntöttük kell neki, azt már kifizette, mondjuk bankkártyával. És itt jön az a pont, hogy miért jó a bankkártyás fizetés. Mert az utalás az egy halogatás úgy döntök, hogy jó, jó, majd telepakolom a kosaram, ha nem hagyom ott a kosaramat, a virtuális kosaramat, akkor majd esetleg átutalom, vagy utánvétel megveszem. De abban a pillanatban, hogy kifizetteted vele azonnal online, amikor még ott van benne, hogy fú, ez kell nekem, akkor mindegy, hogy mikor szakítja meg a folyamatot, hogy a harmadik, a negyedik, az ötödik, vagy a hatodik terméked nem mondja azt, hogy elég, ha megvette azt a három-négy-öt terméket. De a lényeg, ezt a háromféle automatizmust használnod kell, kell a megszerzési automatizmus, hogy begyűjtsd az adatait, az elérhetőségét tudjál vele kommunikálni, kell az aktiválási automatizmus, hogy legalább először, egyszer vásároljon tőled, és kell az, a pénzesítési automatizmus, az újravásárlás, rá kell venned újra vásárlásra, újra meg újra meg újravásárlásra. Ez a három folyamat minden vállalkozásban kell, hogy működjön, különben az a vállalkozás nem életképes. Bármilyen vállalkozást veszünk alapul a világon, ezt a három folyamatot valamilyen szinten működteti, mindegy egy online vállalkozás, mindegy egy offline vállalkozás. De mi is ez az azonnali újravásárlás, amiről beszélek, upsell sült, krumpli ajánlatnak is szokták ezt nevezni, hogy az, az hogy elmegyek egy gyors étterembe, akarok venni egy hamburgert, meg akarom menni azt a szaftos kis hamburgert. Hogyan néz ki ennek az internetes, az online, a digitális változata? Hát úgy, hogy csináltam egy weboldalt, ahol elmondom, hogy ezen keresztül meg tudod rendelni a hamburgert. A hamburger most lehet teljesen mindegy, bármi lehet hamburger, egy joga oktatás, egy masszázs oktatás, egy videótamfolyam, egy telefon, egy kütyű, bármilyen szolgáltatás vagy termék. Hogyan néz ki? Tök mindegy, hogy hogyan építetted fel az oldalt, kell legyen rajta egy vásárlás gomb. Ez a vásárlás gomb megnyomása az egérrel, vagy a rákattintása az ujjammal a telefonomon, vagy a tabletemen jelzi azt, hogy én ezt meg akarom vásárolni. Ugye mi történik alapvetően egy ö, ö, gyors étteremben? Hát amikor bemegyek, hogy egyék egy hamburgert, akkor meg fogják kérdezni tőlem, hogy nem kérsz hozzá sült klumpit és üdítőt? kéred menüben? Ugye ez az egyszerű kérés, kérdés, hogy kérem a -e menüben, ez azt eredményezi, hogy elgondolkozom rajta, hmm, hát végül is nem olyan sokkal több, ha menüben is eszem, de végül is lesz krumpli, meg üdítöm, Ja, igen, ez egy jó ötlet, kérem menüben. Ez az egyszerű kérdés az Apple, amikor hamburgert, hamburgert akartam menni, de végén vettem egy menüt, és sokkal több pénzt hagytam ott, vagy csak lehet, hogy kicsivel több pénzt hagytam ott, de százalékos arányban nézve lehet, hogy a cégnek a az étteremnek 40%-kal nagyobb hasznot csináltam. Annyival több hasznom lett. Közben itt füvet nyírnak. Nem tudom, mennyire hallatszik be. Szóval, hogyan néz ki ez online? Online ugyanígy néz ki. Ha eldöntötte valaki, hogy vásárol, akkor utána a következő oldalon, egy következő weboldalon felkínálom neki a menüt, Mindegy, hogy mi a menüd, a következő termék, a következő logikus lépés. Hogyha ezt kérted, akkor lehet, hogy erre is szükséged lenne. Ez úgy működik, hogy rákattint a megvásárlom gombra, átkerül, ugye vásárol, kivizeti kártyával, átkerül a következő oldalra, ahol a következő termék van, ott szintén van egy megvásárolom gomb, és arra kattintva meg is történik a vásárlás. Tehát az, ami élőben úgy történik, hogy kérde menüben, az online így működik. Első vásárlási gomb, következő oldal, következő termék, még egy vásárlási gomb, ez hozza a nagy profitot. Oké, okay. mi az e-mail szerepe ebben a fajta értékesítésben? Hát az e-mail szerepe az, hogy sajnos, 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 az emberek többsége nem csinál az a világon semmit a honlapodon. Eljut a honlapodra, és úgy távozik hogy semmi nem marad utána, csak a Google Analytics-ben egy pár soros bejegyzés. Nem tudod, hogy ki volt ő, nem tudod, hogy mit akar, nem tudod, hogy miért nem vásárolt, csak ki tudod bányászni maximum az adatokból. Egy dolog biztos, az emberek többsége úgy távozik az oldaladról, hogy semmit, de semmit nem tudsz róla. Egy ismeretlen, anonim ember de nagyon keményen megdolgoztál azért, hogy ő eljusson az oldalra. Nagyon kőkeményen tartalmakat gyártottál, hogy a Google keresőből legyél. Nagyon sok tartalmat csináltál a Facebookra, a LinkedInre, az Instagramra, a TikTokra, a YouTube-ra, hogy embereket terelj az oldalra. Lehet, hogy nagyon sok pénzt fizettél a Facebooknak vagy a Googlenek azért, hogy embereket vigyen az oldaladra. De az emberek többsége mégis mit csinál? Eljött a weboldaladra, és egy kattintással bezárja, megy a következő oldalra. Szóval, a nagy kérdés mindig az, hogy hogyan tekintsünk az online marketingre. A legtöbb látogató az vajon vásárol? Amikor csinálsz egy gyönyörű oldalt, beleteszel rengeteg energiát, megírod jól a szövegeket, megcsad jól a képet, hogy az a célod, hogy eladjál akár terméket, akár szolgáltatást. De a kérdés, a legtöbb látogató vajon vásárolni fog ezen az oldalon? Hát nem. Egyáltalán nem. A legtöbb látogató semmit nem csinál az oldalon, nem is vásárol. A statisztikák szerint 100 oldal látogatóból jó esetben kettő fog vásárolni. Ez azt jelenti, hogy nagyon szép ütős oldalad van, tökéletesen fel van építve a struktúrája, hogy miután minek kell következni az oldalon, hogy meggyőző legyen, nagyon jó az értékesítési szöveged, mert felkelti a figyelmét, elmagyarázza a terméket, vágyat kelt benne, megérteti a vevővel vagy a látogatóval, hogy miért érdemes vásárolnia, Egy ilyen ütős profi oldal tud kétszázalékos konverziót csinálni. 100 látogatóból kettő fog vásárolni. Ez az átlagos konverzió, de inkább egy százalék környékén van, de sok esetben 0,5-0,2, nyilván ezt te látod, ha megnézed a statisztikákat, vagy megmered nézni a statisztikáidat. Viszont e-mail cívet az emberek sokkal szívesebben adnak meg. Temethetjük az e-mailt, mondhatjuk, hogy az e-mail halott, de az e-mail címet az emberek szívesebben adják meg. Miért? Hát azért, mert sokkal kisebb elköteleződés, megadnom az e-mail címet, maximum leiratkozom, mint fizetni neked. Hiszen, hogyha fizettem, az már egy kockázat. Ott elbukhatom a pénzemet, lehet, hogy te egy csaló vagy, lehet, hogy nem azt kapom, amire vártam, lehet, hogy majd szívhatok a garanciával vagy a, a szolgáltatásoddal. Az e-mail címem megadása, ez egy sokkal sokkal kisebb elköteleződést igényel tőlem. Ezért van az, hogy 100 oldal látogatóból legalább 30-40 meg fogja adni az e-mail címet, hogyha olyan dolgot kínálsz neki, amire szüksége van ami őt érdekli. Nyilván nem azt mondom neki, hogy add meg az e-mail címedet, mert így nem fogja megadni. Bármit is akarsz elérni, azért adnod kell cserébe valamit. El kell mondanod, hogy hogyha megveszed ezt a terméket, adsz nekem érte pénzt, azt nekem mondjuk 500 forintot, akkor mit fogsz kapni érte? Meg fogod kapni ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Ez mind benne van. Ha azt mondod, hogy kérem az e-mail címedet, azért is adnod kell érted cserébe valamit, ami számára érdekes. Vagy valamit, ami eléggé felkeltette a kíváncsiságát, hogy azt mondja, hogy hm, engem annyira de annyira érdekel, hogy megadom az e-mail címem, csak hogy megtudjam, hogy ez az egész mi is. Tehát sok esetben lehet, hogy nem is azt kell elmondani, hogy mi mindent kapnak az e-mail címért cserébe, hanem azt, hogy amit megkap, az mi nem. Oké? Okay. Tehát azt mondom nektek, hogy van, Öt olyan dolog, ami garantáltan 40%-os feliratkozási konverziót hozna, hogyha elkezdenéd használni a vállalkozásodban. És most elmondhatnám, hogy az öt dolog mi, hogy megadd az e-mail címed. De azt mondanád, ja, ezt ismerem. Ja, tudom, tudom mi ez, ez nem érdekel. De azt mondanám, hogy az öt dolog, ez nem egy e-book. Nem egy e-mail sorozat, nem egy videósorozat. De a feliratkozó, megmondom mi az. Érzed a kíváncsiság erejét? Érzed azt, hogy meg akarod adni az e-mail címed, érte? Hát ha nem is annyira, de jobban, mint amikor csak azt mondom, hogy add meg az e-mail címed. Ha hogyan csináltuk ezt régen? Hogyan gyűjtöttünk e-mail címeket a weboldalon? Hát úgy gyűjtöttük, hogy eljutott a látogató weboldalra, és így pa! Feljött neki egy popápablak, up ablak. Vagy beúszott egy pop-up ablak. Vagy amikor el akarta hagyni az oldalt, akkor így bevillant egy pop ablak, És így jöttek a pop és iszonyatosan jól működött. Aztán iszonyatosan idegesítő lett, miután mindenki ezt kezdte használni, hogy hé, hey, psz, psz, figyelj, add meg az e-mail címet, kapsz egy kupont, hé, hey, add meg az e-mail címet, küldött neked egy unalmas e-mail sorozatot, hé, hey, add meg az e-mail címet, kapsz egy 80 oldalas e-bookot, amit végolvasni is kint De egy darabig ezek nagyon jól működtek, ha elkezdted ezt a módszert használni, látod, hogy annyira nem működnek. Nagyon Ügyesen kell eltalálnod, hogy mit kínálsz, azért, hogy az emberek feliratkozzanak. De biztos, hogy mindenki találkozott azzal, hogy felment egy cikkre, mondjuk a Google-ben talált egy jó cikket, rákattintott, és bam, egyből jött a pop -up. Még el sem tudtál olvasni semmit a nyomorult kis cikkből, nem is tudod, hogy ez jó vagy rossz, de már kéri az e-mail címedet. Hm, ja. Szóval, ez a módszer elkezdett egyre, de egyre kevésbé működni. És a marketingesek kitaláltak valami okosabbat. Ugye ez a klasszikus pop-up. Most is sok olyan alkalmazás van, ami arra épít, hogy nagyon okos és nagyon intelligens pop upokat tudj használni. A Mautikban is tudsz többféle pop megoldást használni külső szoftver nélkül, tehát van, hogy legörgetésre, bizonyos oldal ö, időn eltöltött, az oldalon eltöltött bizonyos idő, ha el akarom hagyni a weboldalt, tehát tudok eseményeket beállítani, amire tudok pop létrehozni, szóval nyugodtan mindenki tesztelheti ezt a módszert is. De kitaláltak a marketingesek egy másik fajta megoldást, míg pedig azt, hogy nem a honlapba teszem a pop nem a honlapon ugrik be az e-mail cím bekérési lehetőség, hanem ezt a weboldal elé rakom. Nem is juthatsz el a weboldalra addig, amíg meg nem adtad az e-mail címedet. Az e-mail címeddel fizetsz azért, hogy megnézhessed az oldalt. Gondolod el, a te ügyfeled, a te látogatód, akire megdolgoztál idővel vagy pénzzel, nem is juthat el az oldaladra, amíg nem fizetett érte vámot az e-mail címével. Hogy ez működik-e? Elképesztően jól működik. Tehát így néz ki egy ilyen oldal, hogy add meg az e-mail címed valamiért cserébe, és utána tudsz csak átjutni arra az oldalra, ahol már maga az információ és az értékesítés történik. Ezt a típusú oldalt hívjuk mi opt-in oldalnak. Az opt-in oldalnak az egy landing oldal típus. Nincsenek menüpontok, nincsen semmi más funkció, csak egy, hogy annyira, de annyira érdekes legyen, hogy te meg akarod adni az e-mail címet, és ezzel nyilván kapsz e-mailbe valamit pluszba, de mindenképpen át fogsz kerülni magára az értékesítési oldalra, a sales oldalra, ahol a terméked vagy a szolgáltatásod eladása történik. Hiszen sok esetben már az oldal szövege és tartalma iszonyatosan hasznos, hogy megértsék, hogy miért kell megvenniük a te terméket vagy szolgáltatást. Ebből pedig az következik, hogy az online értékesítésnél a leghatékonyabb a több lépcsős értékesítés, vagy a sales funnel. Van egy ilyen száz látogatós e-mail teszt. Hogyha 100 látogatót elküldesz egy weboldalra, ahol eladsz valamit, mondjuk egy 19.700 forintos terméket, átlagosan 1%-os konverziós arányjal számolhatunk. Tehát 100 látogatóból lesz egy darab vásárló, és te keresel 19.700 forintot. Ez egy nagyon jó modell, hogyha nyereségesen tudod működtetni. Tehát, hogyha a terméked vagy a szolgáltatásod előállítási költsége plusz a hirdetési költséged összeadva még mindig nyereséges, egy százalékos konverzióval, akkor tapsolunk, mert tudsz működni. Ha nem, akkor csődbe mész. Magyarországon nagyon sok piacon ez még működik, mert nincsenek erős versenytársak, akik egy újabb értékesítési stratégiát, a most bemutatott értékesítési stratégiát használnak. Mondhatjuk úgy, hogy Magyarországon a sales funnel ritka, mert nem volt meghozzá megfelelő technikai feltétel. Nyilván ezzel foglalkozunk mi a sales funnel. Ha azt csinálod, hogy 100 látogatót nem arra az oldalra küldöd, ahol eladod a termékedet, hanem egy optin oldalra küldöd, ahol bekéred valamiért az e-mail címét, akkor úgy azt mondtam, hogy 30-40%-a az embereknek fejratkozik. De számoljunk itt egy 25%-os feliratkozási arányjal, ezt, ezt viszonylag egyszerű elérni, de Jogaoktatóknál láttam már 50 vagy 60 százalékos feliratkozási arányt is, szóval minden iparág más, de számoljunk mondjuk 25 százalékkal, pessimistán ne legyünk túl lelkesek. Szóval 25 százaléka az embereknek feliratkozik, megadja az e-mail címét. Mindenki átkerül a fő termékednek az oldalára, ahol ugyanazt az értékesítési tartalmat látja, mint eddig. Ugyanaz a 19.700 forintos ajánlat fogadja, de már 8% a feladkozóknak úgy fog dönteni, hogy megadja neked a bizalmat, és vásárolni fog. Lehet, hogy nem azonnal, de pusztán az az elköteleződés, hogy megadtam az e-mail címem, hogy kértem tőlem valamit, és én teljesítettem, már ez 60%-kal megnöveli az esélyét annak, hogy igent mond a következő ajánlatra. Ezt hívják Foot in the Door technikának. Kérek tőled valamit, és ha igent mondasz rá, akkor nagyobb az esélye, hogy a másodikra is igen fogsz mondani. Ezt hívják még igen lépcsőnek. Szóval, ha megnézzük a matematikát, akkor az jön ki, hogy 39400 forintot fogsz keresni, vagyis duplázni fogod az eladásaidat, pusztán azzal, hogy a már meglévő oldalad elé teszel egy optin oldalt, ahol semmi nem történik, csak feladkozókat gyűjtesz. De, mint mondtam, nem feltétlenül azonnal fog ő vásárolni. Lesznek, akik azonnal vásárolni fognak viszont az e-mailek hatására, azokra az e-mailekre, amiket kiküldesz, lehet, hogy pontosan ugyanazt küldött ki, amit leírtál a weboldalon, csak a weboldalon nem olvassa végig, az e-mailekbe e szétdarabolod ilyen pici részekre, és elolvasod. Mitől sikeres a TikTok? Pár másodperces videók, görgetik. De eltöltenek vele egy órát. De egy egy órás videót senki nem áll neki megnézni, nincs idő egy órára, de végignézni 100-200 rövid videót, hát arra van. Ezt mindenki tapasztalja próbáld ki ezt a módszert, és meg fogod duplázni az értékesítését. Ha semmi más nem csinálsz meg ebből az előadásból, csak elkezded használni a mautikot, beteszel egy optin oldalt a már meglévő oldalad elé, akkor duplázni fogod évvégére az árbevételedet. Ha nem lesz igazam, írj egy dühös e-mailt, Balázs csak másfél szereztünk. Hogyan segít az e-mail az eladásban? Ugye mutattam nektek az elején ezt az ábrát. Tehát van a lead gyűjtő oldalad, ott begyűjtöm az e-mail címét, egyből átirányítom az értékesítési oldalra, a sales oldalra. Itt lesznek, akik azonnal megvásárolják a termékedet, vagy a szolgáltatásodat, de mint látod, lesznek annak, akik nem. A kis nem piros ágon, akik elindulnak, hogy ők nem vásárolják meg, már megadták az e-mail címüket. Már ott van a kommunikációs lehetőség, hogy írhatsz nekik levelet, és meggyőzted őket. Aki nem vásárol azonnal, azt meg tudom győzni e-mailben, mert tudom, hogy mi érdekelte, tudom, hogy milyen reklámra kattintva, milyen optin oldalra jutott el, és milyen ajánlatért, milyen ígéretért cserébe adta meg az e-mail címét. Gondold el, ha ő megadta az e-mail címét egy ígéretért, hát az egy komoly probléma neki. Az az ígéret, az egy problémát hivatott megoldani. Az a probléma valós. Tudom, mi érdekelte, tudom, mi a fő problémája mert tudom, milyen optin fel. Azt is tudom, mi tartja vissza a vásárlástól, hiszen már ismerem a piacomat, ezerszer lekutattam azt, hogy miért nem vásárolnak az emberek, mi a kifogásuk, nincs idejük, nem értik, nem hiszik, hogy nekik működik, nem aktuális a helyzet, nyár van, tél van, kormányváltás közelek, szavazás van, ebbé van. Mi tartja vissza őket? Tudom, és tudom kezelni őket e-mailben, mert tudok vele kommunikálni. És tudom, hogy mivel lehet meggyőzni őket, mert tudom, hogy mivel győztem meg másokat is. Hogyan segít az e-mail az újreladásban? Hiszen egyszer eladni majdnem mindenki tud. A kulcs abban van, hogy hogyan tudsz újra, meg újra, meg újra eladni, hiszen az újreladásban van a nagy pénz. Hogyan néz ki a folyamat? Tehát úgy döntött valaki, hogy vásárol tőled megadja a rendelés adatait, mondjuk a sales formon, kitölti a rendelés üllapot, fizet bankkártyával, azonnal felkínáljuk neki az ápszelt, a következő termékedet vagy a szolgáltatásod, ami kapcsolódik, logikus, következő lépés. Hogyha itt azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay. én megadtam az e-mail én, Franko, megvettem tőle ezt a terméket, tök jó, de most nincs szükségem másra. Akkor mi történik? Biztos, hogy nincs szüksége erre a következő termékre? Nem tudjuk. Lehet, hogy csak meg kellett győzni, vagy nem olvasta végig, vagy nem volt éppen ideje. De aki vásárolt, arról már mindent tudok. Tudom, hogy mi az, amit megvett. Tudom, emiatt, hogy mi az, ami most őt a legjobban érdekli. Lehet, hogy nagyon sokféle szolgáltatásod van, nagyon sokféle terméked van, vagy ugyanazt a terméket, szolgáltatást több típusú ember veszi meg. Fiatal lányok, anyukák, nagymamák, akik feszesebb feneket akarnak, akik kockasat akarnak, akik szákásítani akarnak, akik erősödni akarnak. Tudod, hogy mi érdekli őket a legjobban, hiszen abban a folyamatban léptek be, tudom, hogy mit kell neki mondanom azért, hogy megértse, hogy ez neki miért lesz jó. Ezért tudod, hogy mi az, amit érdemes lenne még megvennie tőled. Érthető ez? És ezt el tudod neki küldeni e-mailben. El tudod neki küldeni e-mailben, hogy mi az, amit még érdemes lenne megvennie tőled. És ezzel foglalkozunk mi a Salesforce-nál, hogy egyszerűen létrehozol egy terméket, meg egy újabb terméket, meg egy újabb terméket. Mi ezt inkább ajánlatnak hívjuk. Tehát létrehozok egy ajánlatot, ami kifejezetten egy adott célcsoportnak szól, csak a, a kisgyerekes anyukáknak, ez is, ez és is, ez is, ez, is, ez, van benne, létrehozom ezt az ajánlatot, és ezt megvettem, akkor tudom, hogy ez lesz a következő ajánlatom, amit érdemes nem megvenni, még a következő, még a következő. És ehhez semmi más nem kell csinálnod, nem kell átlagítani a weboldaladat, nem kell ö, ö, komoly fejlesztéseket csinálod, egyszerűen beteszed a megvásárlom gombot, a rendelési gombot beteszed a weboldaladra, és akár bankkártyával automatizáltam, vagy akár utalással tudnak neked fizetni. És hogyan kell ezt elképzelni? Tehát például, ha mondjuk Kitalálom, hogy el akarok adni kutyákat. Jó, hülye példa, de mondjuk kutyákat akarok eladni. El akarok adni egy kutyát. Csinálok egy optin oldalt, elmondom a kutyagazdiknak, hogy miért érdemes kutyát vásárolni, miért érdemes kutyát tartani. A következő lépés, eladom a kutyát. De ha én egy okosabb vállalkozó vagyok, akkor végig gondolom, hogy azok, akiknek kutyára van szükség, vagy kutyát szeretnének, mi mindenre lenne még szükségük. És mindaz, amire nekik szükségük van, és nem te adod a nekik azt majd megveszik mástól. Tehát mindig azon gondolkozzál, hogy amit mástól is megvetnek, azt miért ne tőled vennék meg? Valakitől meg fogják venni. És bármilyen is foglalkozó, bármilyen terméket, bármilyen szolgáltatásod van, az emberek információra éhesek, és ezt az információt valakitől meg fogják vásárolni. De akkor miért ne tőled vegyék meg? Szóval, végig gondolom, kinek is lehet szüksége kutyára? És akkor végig kijön, hogy nagyon-nagyon sokféle embernek szüksége lett kutyára. Kiválasztok egy célpiacot, és ráfelépítek egy rendszert. Aztán kiválasztok még egy célpiacot, ráfelépítek egy rendszert. A következőre, a következőre, a következőre. Nem próbálom összemixelni őket, mert azt nem tudom megoldani, ezért mindegyikre építek egy rendszert. Megtolok nagyon-nagyon gyorsan különböző rendszereket építeni. Tehát végig gondolom, hm, mi legyen az egyik jó célpiacom. Azt vettem észre, hogy a magányos hölgyek szívesen vásárolnak kutyát. Nagyon jó. Akkor meg akarom szólítani azokat a hölgyeket, akik magányosak, és uh, akik magányosak, és nekik akarok egy olyan előnyt kínálni, amiatt érdemes kutyát vásárolnia. Például azt mondom nekik, hogy figyelj, félsz otthon, egyedül, bármikor jött egy betörő, nagyon rossz magányosan, szükséged lenne a szeretetre, hát vegyél egy kiskutyát hangosan ugat, ha valaki ott van, és vannak hegyes fogai, meg tudja harapni a betörőt, és amikor hazamész, ott fog várni, csóválja a kis farkát, rádugrik köztanyalogat, és egy igazi szeretett gombot szivádni fogod. És akkor azt mondja, hogy hm, jó ötlet, akkor vegyünk egy kiskutyát. Tudom, hogy mit vásárolt meg, Mit kell neki fölkinálnom? Hát tudom, hogy a kutyához szüksége lesz egy csomó mindenre. Tudom, milyen kiskutyát vásárolt, ezért azt mondom neki, hogy figyelj, van most már egy kiskutyád, ez nagyon szuper dolog, de neki szüksége van a növekedéshez megfelelő táplálékra, és tudom, hogy milyen kiskutyád van, itt van neki ez a vitamincsomag, itt van neki ez az ételcsomag, itt van, ezt érdemes lenne megvásárolni, minden hónapban kiküldöm neked. Érdekel? Lehet, hogy érdekli, lehet, hogy nem. Azt mondja, érdekli, akkor megkezdem tőle, hogy Figyelj, a kiskutyának szükség lesz fekhelyre meg játékokra. Itt van neked egy összeállított csomag, tartalmazza az összes játékot, fekked, a kiskutyának érdekel? Lehet, hogy érdekelni fogja. Utána azt mondom neki, hogy tök jó, van kiskutyád, van neki étele, van neki játéka, mire lehet szükséged? Hát Szobatisztává kell tenned, és meg kell tanítanod. Van nálunk egy ilyen kutyakiképzés, egy oktatás, gyere el, minden szombaton tartunk egy ilyen képzést, fizes be, megtanítjuk a kutyádat, hogy hogyan fogadjon szót, neked érdekel? Lehet, hogy érdekli. Mit lehetne még neki felkinálni? Hát tudjuk, hogy néha el fogsz utazni, és nincs senki, aki vigyázzon a kutyádra, itt van neked egy, egy kutya hostel, vidve a kutyádat, imádni, szeretni fogják őt, és gondoskodnak róla. Lépésről lépésre felkináltam neki azokat a dolgokat, amiről úgy is tudom, hogy szükség lesz. Amire tudom, hogy szüksége lesz egyszer. És gyakorlatilag erről szól ez az egész folyamat, semmilyen misztikum nincsen benne. De folytassuk az előadást. Maga a Salesform úgy épül fel, létrehozol egy ajánlatot, feltöltöd a Salesforce-ra, beállítod a dolgokat, meg csinálunk belőle egy PC URL címet, ezt az URL címet egy gombra, vagy egyébként így URL-ként ki tudod tenni a honlapodra, ki tudod posztolni a Facebookra, Instagramra, Instagramra LinkedInre, YouTube leírásra, bárhova, és onnan tudnak neked vásárolni. Tehát akár honlap nélkül is tud működni, vagy tudsz belőle csinálni, egy QR kódot, kinyomtatod rá, teszed egy névjegyre, pólodra, kirakatodba, onnan beolvasva tudnak vásárolni, Tőled. És miután megtörtént a vásárlás, létrejön egy csomó automatizmus, amire amúgy is szükséged van. Levonjuk a pénzt, kiküldjük a számlát, rögzítjük azt, hogy mit vásárolt, és ami itt a lényeg most, az az, hogy bekerül a Mautikba. A Mautik hírlevél rendszerébe ő be fog kerülni. Innentől kezdve mindenféle automatizációt tudsz indítani rá, mert tudod, hogy megtette azt a lépést, hogy vásárolt, azt is tudod, hogy megtette a következő lépést, a következő vásárlást, vagy a következő vásárlást, vagy a következő vásárlást. És ez az igazi adatvezérelt marketing, amikor tudom, hogy mit vett meg, tudom, hogy mit nem vett meg, és ezért tudom, hogy mit kell neki mondani azért, hogy lépkedjen előre a vásárlási létrán, vagy lépcsőn, hívhatjuk bárhogy. Szóval, sales form nála. Akkor valaki lead egy rendelést, akkor... A Salesforce megjegyzi az e-mail címét, átadja a mautiknak, ugye vállalkozó újabb ajánlatokat tud küldeni annak, akiről tudja, hogy már vásárolt. Oké? Okay. Hogyan néz ki az érdeklődők gyűjtése a mautikban? Ugye létrehozok egy egyszerű feliratkozási formot, és létrehozok egy Optin oldalt. Az Optin oldalba az oldal, tehát itt több lehetőségem van. Az egyik lehetőségem az, hogy én készítem el az optin oldalt bármibe, WordPress-be, Wix-be, Leadpages-be, HTML-be, honlapszerkesztő.hu-val, bármivel elkészíthetem az oldalt, és teszek bele egy gombot, hogy amire kattintva fel tud iratkozni a fonra. Itt például mi úgy csináltuk meg, hogy van ez a feliratkozási oldal, ez az optin oldal, semmi más nem tud csinálni, csak megadni az e-mail címét. Ha rákattint arra, hogy foglald el helyet, akkor feljön egy ilyen kis pop és ez már egy mautikos form. Simán a mautikba létrehoztam a formot, és beágyaztam ide. Ennyire egyszerű. De létrehozhatom magát az egész optin oldalt, a Mautikban is. A Mautikban lehetőséged van arra, hogy különböző landing page oldalakat hozzá létre, vagy lefejlesztes magadnak saját egyedi landing page oldalakat, és ezeket használd újra, meg újra, meg újra. Itt gyakorlatilag ennek a szerkesztési felületét látod, hogy hogyan néz ki egy optin oldalnak a megszerkesztése, hogyha gyorsan kell egy ilyen optin oldal, akkor ezt szoktuk használni, pillanatok alatt elkészül, megváltoztatjuk a szöveget, megváltoztatjuk rajta a képet, és már is tökéletesen működik. Miért csináljuk ezt? Miért hozunk létre nagyon sok ilyen optin oldalt? Már említettem az előbb, hogy a adatvezélet marketing lényege, hogy érdeklődés alapú szegmenseket tudjak létrehozni. Ez mit jelent? Nagyon sokféle típusú ember van, nagyon sokféle típusú problémával. És mindenki máshogy közelíti meg attól függően, hogy rá mi jellemző, vagy mi az ő problémája. Ha a te terméked nagyon sok céltípusnak, cél buyer personának mondjuk így magyarosan. Tehát ha többféle vásárlói rétegnek szól, vagy többféle terméked van, akkor tudnod kell, hogy kinek melyik termékedet, vagy kinek a terméked, vagy szolgáltásod melyik előnyét kell elmondania. Nyilván, hogyha a terméked megszünteti a nyakfájást, a hátfájást és a térfájást, nem mondod azt, hogy megszüntetem a fájdalmat benned, mert ez nem annyira ütős. Tehát külön kell szedned a térfájósokat, a nyakfájósokat és a derékfájósokat, hogy külön tudja nekik kommunikálni. Ugyanaz lesz a termék, csak más a kommunikáció. De, mivel tudjuk, hogy hol iratkozott fel, azt kommunikálom, hogy fájat a Optin oldal, add meg az e-mail címedet, és akkor küldök neked egy listát arról, hogy milyen gyakorlatokat kell végezned otthon, hogy hát ha elmúlik, hogyha nem olyan súlyos. Fáj derekad, iratkozz fel, elmondom, milyen gyakorlatokat kell küldeni, csinálod otthon, hogy ne fájjon, ha nem olyan súlyos, el fog múlni. És mert tudom, hogy melyik Optin oldalon iratkozott fel, tudom, hogy melyik szegmensbe tartozik, és tudom, hogy hogyan lehet őt meggyőzni arról, hogy vásároljon. Mert így Tudjuk, hogy mi érdekli őt a leginkább. Neki a térdefáj, neki a derekafáj, neki a nyakafáj. Erről kell neki beszélni. Hiába beszélsz neki a derékfájásról, a nyakafáj nem fog érdekelni. Ezekre az érdeklődőkre, akik feliratkoznak ezeken az Optin oldalakon, külön automata kampányt tudunk indítani. Nálunk például az Optin oldal, amit láttál, így néz ki egy automata kampány. Feliratkozott, bekerült a megfelelő szegmensbe, küldjük neki a építéses leveleket. Várunk egy napot, küldünk levelet, várunk egy napot, küldünk levelet. Nálunk úgy néz ki a folyamat, hogy amikor feladkozik a formon, maga a form küldi ki neki az első e-mailt azonnal, mert hogyha a form küldi az e-mailt azonnal a mautikban, akkor nem kell megvárni, míg a kampányok indulnak. Ugye a kampány nem fut folyamatosan, mert szétenni a szerver kapacitást, hanem bizonyos időközönként, 5 percenként mondjuk fut a kampány, nem kell 5 percet várni a mai rohanó világban, hogy megkapja az e-mailt, amikor feladkozik a form kiküldi. Utána várunk egy napot, és küldjük a következőt, a következőt, a következőt. Mit küldünk neki? Hát felépítjük a bizalmat, küldünk neki esettarományokat, hogy másoknál hogyan működött a mi módszerünk. Azt kell megérteni, hogy a módszered, vagy az eszközöd, vagy a terméked, a szolgáltásod az működik, aztán azt kell megértenie, hogy neki is fog működni, és azt kell megértenie, hogy a külső körülmények nem számítanak, mert mindent meg lehet oldani, és meg tudsz oldani ez gyakorlatilag a kifogásoknak a kezelése. Ez az, amit el tudsz mondani e-mailben. Ugyanazt, amit elmondanál szóban, hogyha leülnél mindenkivel beszélni. Még annyit csinálunk, hogy ráteszünk mindenkire tegeket, mint egy ilyen posztitet, ráragasztjuk a fejére, hogy tudjuk róla, hogy ő kicsoda, mi rá. Az egyik ilyen posztit, amit ráteszünk, az, hogy kampányban van. Ez azért fontos, mert aki kampányban van, annak nem küldünk Kézzel levelet. Ugye minden héten érdemes ugyanaznap, ugyanabban az órában küldeni egy levelet a listádnak, hogy megmaradjon a szoros kapcsolat. De az, aki benne van egy sorozatban, kap egy automata e-mail sorozatot, hát őt nem akarjuk még megbombázni egy plusz e mail menjen véges sorozaton, és hogyha végigment, akkor utána kapni fog ő is a heti rendszeres e-maileket. Tehát aki rajta vagy a kampányban teg, annak nem küldünk rendszeres e-maileket. Valamint azt tesszük még rá, hogy mi érdekelte. Tehát maga a kampány, a Mautik kampány teszi rá a címkét, hogy mi, hol is iratkozott föl. Ő derékfájós, ő nyakfájós, ő tértfájós. A feliratkozás után viszont egyből jön az értékesítés. Tehát megadta az Optin oldalon az e-mail címét, egyből átkerül egy ilyen oldalra, mondjuk, ez itt a marketing automatizációs könnyűknek az értékesítési oldala, Semmi más nem kell csinálni ezen az oldalon, semmi más nincs az oldalon, csak maga ez a rendelési gong, ugye ez a sales formból jön, rákattint, meg tudja venni 1900 forintért ezt a könyvet. Viszik, mint a cukrot, elmondom. És ha nem lenne lautomatizálva a folyamat, akkor rohadtul nem érné meg ennyire adni ezt a könyvet. De így, hogy le van automatizálva, rákattint, kivizeti bankkártyával, megkapja a számlát, és megkapja egyből a könyvet, senkinek nem kell ezzel dolgoznia. Hát nem adhatom 1900-ért, hogy ne adhatnám, adhatnám 500 forintért is. A lényeg az, hogy tudom, hogy aki már hajlandó kinyitni a pénztárcát és fizetni bármennyien pici összeget is, tudom róla, hogy ő sokkal értékesebb számomra, mint az, aki csak megadta az e-mail címét. És azt is tudom, hogy aki megadta az e-mail címét, sokkal értékesebb számra, mint az, aki csak olvassa az oldalamat. És ez az, amit a Salesforce csinál. Rá tudod tenni bármilyen weboldalra a megvásárlom gombot. Ugye a feladkozás után át kell irányítanom őt valahogy a sales oldalra. De ezt csinálja maga a Mautic. Tehát létrehozok egy formot, és a formnál van egy ilyen beállítási lehetőség, hogy amint valaki kitörtötte a formot, megadta a nevét, megadta az e-mail címét, egyből átirányítom egy URL címre. És ez az URL maga az értékesítési oldalam URL-je a Mautic fogja őt átirányítani. Mi azt csináljuk, ez a gyakori tapasztalat, hogy minden URL után odafűzzük ezt a kérdőjel, opt kötőjel, tankset, de ez gyakorlatilag bármi lehet, ugyanis amikor marketing kampányokat, hirdetéseket csinálunk, Facebook hirdetést vagy Google hirdetést, akkor nem kell egyesével az összes opt-in oldalnál megmondanom, hogy mi volt a sikeres köszönő oldal, hanem tudjuk, hogy tartalmazza az opt kötőjel, tanks kis um, paramétert, az URL. Minden olyan URL, amiben van ez a paraméter, annál tud, tudjuk, hogy megtörtént a konverzió, feladkozott az e-mailre. Úgy hirdettünk, hogy mindig az e-mail feladkozás a konverziós cél, vagyis tartalmazza ezt az Optenx paramétert, az URL. Na, csak kinyögtem. Amit mi még nagyon szeretünk, és nagyon jól működik, az a rendelési oldal elhagyóknak a kezelése. Tehát azzal, hogy felépítünk egy folyamatot, és rávesszük őket, hogy vásároljanak, még mindig nem fog megtörténni a vásárlás. A nemzetközi átlag borzasztó. Az emberek 78%-a hagyja ott a kosarat vásárlás nélkül. Ez gondol olyan, mintha 100 ember elmegy a Tesco-ba, megpakolja a kosarat, és ebből 78% ott hagyná a sorok között, és hazamegy. Mi ezt lerövidítettük, vagy lecsökkentettük 13%-ra, de az azért, az is tud fájni. Tehát 13% az Komoly összeg, vagy komoly összeg tud lenni az év végén. Szóval, mi azt kezdtük el csinálni, és nagyon jól működik ez, a, és ez a, ez a mautik, ez ami képes rá, nagyon sok hilevékű, de erre egyáltalán nem képes, hogy a rendelés előtt bekérjük a nevét és az e-mail címét. Majd átrányítjuk egy paraméterezett rendelési űrlapra. Tehát itt az oldalon bekérem a nevét, bekérem az e-mail címét, ez egy szintén egy Mautikos űrlap, és rámeny a következő lépésre. Ugye ezzel megteszi az első mikroelköteleződést, hogy igen, ő vásárolni akar. Utána átkerül magára a sales formra, ez maga a rendelési űrlap, ahol le tudja adni a rendelési adatait, és itt már a bekértük a nevét és az e-mail címét az előző oldalon, és látod a névnél ki is van töltve, és az e-mailnél ki is van töltve az ő adata. Ha többet kérnék be, akkor az összes többit is ki tudnám tölteni, például a telefonszámát, így neki már csak nagyon-nagyon kevés adatot kell megadnia. Ezt a következő módon érjük el. Ugye a Mautiknál van lehetőségem arra, hogy azokat az adatokat, amiket én bekértem a formon keresztül, azokat ugye elmenti magának, és ezeket az adatokat tudom használni, mint változókat. És egyszerűen az átirányításos URL-be csak beteszem az információt. A sales form pedig képes arra, hogy a paramétert kiolvassa, és kitöltse ebből magát a rendelés űrlapot. És ebből itt a kettes pontnál látszik, hogy a, igazából csak onnantól érdekes, hogy kérdőjel, e-mail egyenlő, és akkor de a contact field egyenlő e-mail, ez már a mautiknak a saját paramétere. Így kell használni mindig e-mailben, weboldalon, landing page oldalon, bárhol az e-mail paramétert. És a contact field last name, az pedig ugye a, a megszólítása lesz. És oda még az opt tank hogyha előtte nem egy feliratkozási oldalból jött volna, akkor tudjuk, hogy ő feliratkozott, hiszen megadta az előbb az e-mail címét. Igaz? Tehát nem is volt előtte optin oldal, már megszereztük az e-mail címét. Hogyha ezt az oldalt nem fejezi be, ha nem adja meg a rendelési adatait, akkor tudjuk, hogy itt valami történt, ő betette a kosárba, akarta rendelni, de valamiért félbehagyta, tudunk rá e-mail sorozatot küldeni. Ez hogyan működik? Hát úgy, hogy vásárláskor a sales form beteszi a kiválasztott szegmensbe a feliratkozót. Tehát fizetés, sikeres fizetés esetén meg tudod mondani, hogy melyik szegmensbe kerüljön a vásárlód, attól függően, hogy milyen terméket vett meg, de azt is meg tudod határozni, hogy sikertelen fizetés esetén milyen szegmensbe kerüljön. Itt látod pirossal bekeretezve, gyakorlatilag ez egy legördülő menü, össze van kötve a Salesforma Mautikkal, beállítod az API kulcsot, és a legördülő menüből kiválasztod, ha megvette ezt az ajánlatodat, akkor melyik szegmensbe kerüljön, és hogyha a sikertelenül vásárolta meg, akkor melyik szegmensbe kerüljön. A sikertelen vásárlás ilyen esetben azt jelenti, hogy eljutott a bankkártyás fizetési oldalra, de valamiért ott szakította meg, nem volt pénz a kártyán, nem működött a kártyás fizetése, ott gondolta meg magát, szóval ezt maga a Salesforce nagyon hatékonyan kezeli. A Mautic pedig elvégzi a szükséges automatizmusokat. Amikor valaki vásárol, és a Salesforce beteszi őt a megfelelő szegmensbe, akkor a Mautic kiküldi a hozzáférést, rögzíti, hogy ki mit vásárolt, és eltávolítja a vásárlásra ösztönző szegmensből az illetőt. Hiszen, hogyha az optin oldalon feladkozott, és nem vette meg a széles oldalon a terméket, akkor egy olyan szegmensben van, ahol olyan e-maileket küldök, hogy vásárolj. De ha megtörtént a vásárlás, a sales form rögzítő, hogy megtörtént a vásárlás, akkor a Auti képes arra, hogy kiszedje őt ebből a szegmensből, és azt mondja, hogy oké, okay, most már nem küldök neki a e-mailet, hogy vásárolj, mert már megtetted. Nálunk ez az automatizmus így néz ki. Gyakorlatilag semmi más nem történik. A bal oldalról kezdem, frissítjük a, a vásárlónak a adatlapját. Van nekünk egy olyan custom fieldünk, egy olyan mezőnk, amiben egy ilyen több változót lehet megadni, egy ilyen checkbox-szerű, és oda fölögzítjük, hogy mit vásárolt meg. és itt gyakorlatilag frissítjük, hogy milyen terméket vagy szolgáltást vett meg. Eltávolítjuk ugye abból a szegmensből az a következő lépés, amiben motiváljuk erre a, ennek a terméknek a megvásárlására, rátesszük azt a teget, hogy mit vásárolt meg. Azért kell ezt külön szedni, mert valami, van olyan funkciója a ahol tegre tudsz szűrni, van olyan funkció, csak a, a feliratkozónak a az adataira tud szűr, szűrni, ezért kell mind a kettőt használni. Utána jön az e-mail, elküldjük az e-mailt, amit megvásárolt, a hozzáféréseket, és megy a folyamat a maga útján. Aztán az újravásárlás. Az újravásárlás szintén a Salesforce intézi, tehát amikor létrehozok egy ajánlatot, akkor meg tudom adni, hogy ha megvásárolta valaki sikeresen ezt a terméket, akkor hova kerüljön át a látogató? Hogy hova kerüljön át a látogató? Hát a következő oldalra. Azt mondom, hogy hé, tök jó, hogy ezt megvetted, várj még, van számodra egy meglepetésem. Ez a következő oldal. Ez egy sima landing page oldal, ugyanúgy, hagyjam már, erről beszéltem, és itt sincs sem, semmi extra, ez bármivel készülhet, bárhol lehet, hiszen csak egy URL-t kell megadni, akár egy Facebook post is lehetne, ahol van egy rendelési gomb, vagy van egy URL, amire kattintva meg tudja vásárolni ezt a következő terméket. És hogyha megveszi a következő terméket, akkor ott is be tudod állítani azt, hogy melyik mautik szegmensbe kerüljön be az, aki megvette a következő terméket. És ott mi fog történni? Hát kivesszük az előzőből, amelyik motivált, hogy vedd meg ezt. Semmi más nem kell csinálni, csak tudnod kell a lépéseket, hogy melyik termék után mit akarsz eladni. Ami még nekünk nagyon bevált, az, hogy az e-mail tartalma dinamikusan változzon. Tehát mindenki például ugyanabban a szegmensben van benne, ugyanazt az e-mailt küldöm, de szeretném, hogy az e-mail bizonyos része más legyen. Ugye létezik az e-mail szerkesztésnél ez a dinamikus tartalom, ahol különböző feltételeket tudsz megadni. Na, itt jön be a képbe az, hogy itt feltételnél csak a custom field-et tudod megadni. Tehát meg tudom vizsgálni, hogy az adott olvasónál, aki megkapja ezt az e-mailt, milyen custom field van. Hogyha én lementettem korábban a custom field-be azt, hogy ő milyen terméket vásárolt meg, akkor erre tudok csinálni egy teljesen egyedi e-mail tartalmat. Szóval megvizsgálom, hogy ő, akinek küldöm az e-mailt, megvette a termékemet. Ha nem, akkor küldöm neki a reklámot e-mailben, hogy hé, vedd meg ezt a terméket. Hogyha megvásárolta, akkor pedig nincs reklám, vagy egy másik terméket reklámozok neki. Ezt például mi akkor használtuk, amikor csináltunk egy ilyen online uh, szabmitet, aki meg akarta nézni úgy, mint ezt a mautikos számítet, az csak elég volt, hogy megadta az e-mail címét, és minden meg nézni pár előadást. Aki feliratkozott, az mind kapta azt az e-mailt, hogy nézd meg az előadásokat. De utána volt a sales oldalunk, ahol meg lehetett vásárolni az összes előadás videóját egyben, hogy bármikor vissza tudja nézni, nem kell rá ott ülni a gép előtt, nem tudja élőben nézni. És mivel nem akartunk Újabb automatizmust építeni külön azoknak, akik csak az e-mail címüket adták meg, és ingyen nézik, és azok, akik fizetősen nézték. Ezért egy e-mail automatizmust építettünk, csak az e-mailekben megváltoztattuk azt a részt, ami arról szól, hogy mi történjen azzal, aki vásárolt, vagy azzal, aki nem vásárolt. Aki nem vásárolt, annak azt mondtuk, hogy hé, még megváltad a teljes videóanyagot, és egy összegben megvásároltad olcsón, akciósan, és akkor bármikor visszanézted a videókat akik megvették a videókat, annak meg azt mondtuk el, hogy hol és mikor fog hozzáférni a konferencia után a videófelvételekhez. Ezt lehet megoldani például egy e-mail dinamikus tartalommal, amit nagyon szeretek a Mautikban. És akkor mutatok még néhány bevált kampánytípust. Tehát van ez a reengény, szóval az újraaktiválásos kampányunk, hogyha valaki 60 napja nem volt aktív, akkor indítunk rá egy három részes hírlevél sorozatot. Ennek a beállítása igen egyszerű, tehát a szegmensekben létrehozok egy új szegmest, elnevezem, hogy lesz egy két hónapja nem aktív kampány. A szegmens filterekben be tudom állítani, hogy mikor volt az utolsó aktivitás, mondjuk kevesebb vagy egyenlő, mint mínusz három hónap, és az e-mail az nem üres. Mert ugye a Mautikban nem csak azok kerülnek bele, akik megadták az e-mail címüket, hanem a Mautik arra is képes, hogy az ismeretlen látogatókat megjegyzi, IP cím alapján, és rájuk is tudsz kampányt indítani, mondjuk egy ilyen pop kampányt. Ez a Mautic fölöttén így néz ki, egy ilyen újraaktivációs Mautic filteres kampány, tehát beváltottam, mondjuk itt két hónapról van szó, ugye 60 napot mondtam, igen, a minősz három hónap az már 90 nap, és azt mondom, hogy nem üres az e-mail mező, tehát akkor tudom, hogy ő valahol feladkozott, nem pedig egy anonim látogatóról van szó. Ami még elképesztően jól működik, a webinár kampány, ugye ez az online értékesítés. Három részre bontjuk a webinár Vannak először is a webinár előtti e-mailek, van itt ugye előkészítés történik, fenntartom az érdeklődést, elmondom, hogy mire számított a webináron. Aztán a webinárra emlékeztető, ugye az a célja, hogy minél több ember ott legyen a webináron, mert hiába adták meg az e-mail címüket, hiába mondták, hogy érdekli ez őket, ettől még nem fognak eljönni, ha nem szólsz nekik előtte egy nappal folyamatosan. Aztán jön a webinár utáni e-mail sorozat, arról, hogy nézzék vissza, ha nem voltak ott, és kezeljük minden vásárlással szembeni kifogást, hiszen a webinár kampánynak az a lényege, a webinárnak, hogy egy hasznos, nagyon értékes tudást adunk át, és aki szeretné megtenni a következő logikus lépést, az meg tud vásárolni egy terméket vagy egy szolgáltatást. De hogyan néz ki ez a gyakorlatban? A webinár előtti kampányunk az így néz ki, ez egy sima e-mail sorozat, amivel ugye fenntartjuk az érdeklődést, nem tudjuk, hogy webinár előtt mennyi idővel iratkozott fel. Akkor indul el, amikor valaki bekerült egy szegmesbe, tehát feliratkozott egy optin oldalon. Ezt az egész kampányt a webinárra emlékeztető fogja leállítani. Tehát nem tudjuk, hogy mikor iratkozott fel, az e-mail folyamatosan kapja, olyan sokat csinálunk, hogy mondjuk a két héttel a webinár kezdet előtt már fel lehet akkor két hétig fenntartsuk a figyelmet, de valaki egy nappal a webinár előtt iratkozott fel, az ne kapja meg az összes e-mailt, mert fölösleges. Ezért a webinárra emlékeztő kampány az így néz ki. Itt minden levélküldést egy adott időponthoz kötöttünk. Ez a webinár ez a webinár előtti nap indul, elírtam, nem utáni, hanem a webinár előtti napon indul. Tehát itt látszik, hogy június 24-én este 6 órakor indul a webinárkampány. Ez az utolsó, az a negyedik oszlop, ez a most kezdünk e-mail, hogy ne felejtsd el. Előtte van 24-én, 5 órakor a kezdés előtt egy órával küldünk egy e-mailt, hogy hé, egy óra óva kezdünk. Előtte van ugyanaznap 24-én reggel 8-kor, hogy hé, ma lesz a webinár este 6-kor, el ne felejtsd. És előtte van egy nappal, 23-án este egy e-mail, hogy hé, holnap fogjuk kezdeni a webinárt, ugye emlékszel. Lehet, hogy két iratkozott fel, és már nem emlékszik. Ebben a folyamatban őt kiszedjük a webinár előtti kampányból, és a szegmensből is. Már nem kell, hogy azt küldje. Már nem kell gondozni, mert holnap úgy is kezdődik a webinár. Gyakorlatilag ez a kampány küldi ki az e-maileket. Ezt a kampányt ugye a vásárlás utáni kampány állítja le. Tehát, hogyha igazából itt ja, összekevertem egy picit, de a lényeg az, hogy itt lefut az emlékeztető kampány, hogy kezdődik a webinár, utána jön a webinár utáni kampány. Ez pedig így néz ki. A webinár utáni kampány, az az mit, az mit tesszük át itt? A webinárra emlékeztető kampánynál, ugye a 24-én este 6 órakor kiküldjük neki, hogy hé, most kezdődik a webinár, nem vagy ott, de gyere el, és utána átteszem őt abba a szegmensbe, ami a webinár utáni kampány e-maileket küldi. Ugye a webinár utáni kampány magára a szegmensre indul, várunk egy napot, és elküldjük neki, hogy hé, itt van az ismétlési lehetőség. Valamit itt baloldal látod, hogy a webinár kezdése előtt fog elindulni, leállítja az oktató kampányt. Öt szeret keverve. Na mindegy, um, nem a szöveget nézzétek, hanem amit mondok, hogy a, a, el is tüntetem. A webinár utáni kampány az akkor indul, amikor átkerül az illető Ebbe a szegmensbe. A szegmensbe akkor kerül át, amikor a webinár emlékeztető e-mailt kiküldöttük, hogy most fog kezdődni a webinár, gyere oda, és mindenkit átteszünk a következő szegmensbe, a webinár utáni gondozóba. Itt eltávolítjuk a, a korábbi webinár szegmensből, eltávolítjuk a kampányból, és várunk egy napot azzal, hogy küldjük neki a levelet. Miért? Azért, mert ma lemegy a webinár 24-én, 25-én már kapja a következő levelet, hogy hé, nézd vissza a webinárt, és küldjünk az ajánlatot, és küldjünk neki e-mailben hasznos dolgokat, hogy rávegyük őt a vásárlásra. Ezt a kampány végtelenségig fut viszonylag egészen addig, amíg valaki nem vásárol. Ha a sales formban megtörtént a vásárlás, akkor a sales form el fogja távolítani őt ebből a kampányból, és őt már nem kapja tovább azokat a leveleket, amik arra motiválják, hogy vegye meg a webináról elhangzott ajánlatot. Azt hiszem, bele is fértem az időbe. Köszönöm a figyelmet. Ha bárkinek maradt kérdése akkor a hellokukat salesformhu e-mail címre írjatok bátran, vagy a salesform.hu oldalon megtaláltok. Fönn vagyok a LinkedInen is, bártfai Balázs keresetek rá, fönt vagyok a Facebookon is, ott is el tudtok érni, és hogyha úgy érzi valaki, hogy maradtak kérdései, kipróbálná a salesformot, vagy éppen eljönne az egyik webinárunkra, akkor nagyon szívesen segítek neki ebben. Köszönjük szépen, Balázs. Egy kérdés befutott az, hogy a Mautikot azt ti e tehát hogy hol kezdődik a form, hol ér véget a Mautik, tehát ezt, ezt, hogy egy mondatba tényleg, hogy beleférjünk az időbe. Tehát az része, Mi minden, minden Salesforce nem telepítjük a Mautikot, a form több hírlevélküldő rendszerrel is összeköthető le, 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 lenne, lehet, tehát, hogy nem muszáj Mautikot használni, használhatnának Miller Lite-ot, használhatnának Active campaign vagy akár egyszerre használhatják az összeset, mert mi mindegyül bele tudjuk tenni, akár egyszerre is. Mi azért a Mautik mellé tettük le a Voxot, mert ez a legrugalmasabb rendszer. Mi nem kötelezünk senkit ennek a használatára, de ha ezt szeretnétek használni, akkor biztos itt az előadás sorozatban nagyon sok ilyen megoldást fogtok találni, akik Mautikkal foglalkoznak, köztük tudom, hogy nektek is van erre egy nagyon jó megoldásotok. Mi nem magát a maútikot telepítjük és a maútikot konfiguráljuk, mi a maútikot használjuk az online értékesítéshez, és mi ebben tudunk igazából segíteni. Super. Köszönjük szépen még egyszer. Nincs mit. Akkor a továbbiakban most tartunk egy két perces szünetet, és a következő előadásunk pedig Kassai Endre lesz. Nagyon izgalmas előadás lesz, már láttam a videót, alig várom. Úgyhogy nem menjetek sehova, illetve gyertek vissza. Köszönjük.